itt nálatok a cross-training az, amit ki lehet próbálni, na de mi is az a cross-training? A cross-training alapvetően egy funkcionális mozgáselemekből összeálló sporták, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt minden ember, kortól függetlenül, tehát fiatal, öreg, mindenki el tudja kezdeni, nemtől függetlenül férfi és nő is, a saját adottságjaihoz mérten. Tehát aki még kezdő, nyilván kis súllyal kezdi a gyakorlatokat, aki pedig már haladó, az inkább már nagyobb súlyokkal és nagyobb intenzitással fogja végezni az edzéseket. Látom, hogy már gyerekek is ilyen másfél kilós súlyzókkal a kezükben így próbálkoznak, de meg különböző eszközöket látok. Ezekről mesélsz, mert valamit úgy, mondjuk a súlyzót ezt felismerem, de mi van itt még? Hát igen, az így, mint a gyerekek, ahogy észrevettem, nagyon rákaptak ezekre a kettlebellekre, főleg meg a kézisúlyzókra, tehát itt meglátják a terepen és egyből rákaptak, és jöttek emelgetni. Ez nekünk abszolút jó visszajelzésnek is, hogy a jövő generáció nyitott erre a sportágra, de tényleg, ami nagyon tetszik neki, általában a kettlebell, tehát a fogantyújánál megfogják. Jó, nyilván ez is egy olyan sportág, ami kell egy hozzá jó tudás, tehát nem szabad csak úgy belevágni. Hanem nagyon fontos, hogy helyesen csinálja az ember. A helyes kivitelezés, mert azért ez is sérülés veszélyes, mert a súlyából adódóan tud sérüléseket okozni a kettlebell-el történő edzés is. De itt mi végzünk saját testsúlyjal történő edzéseket, mint például itt az egyik feladat az a plank, tehát ez mindenki számára közismert. Utána pedig a kis keretünkön, az állványunkon történik tolóckodás, azon is inkább a saját testsúlyos edzéseket preferáljuk. A pilometrikus doboz, azon inkább a dinamikus mozgáselemeket, tehát a ugrásokat tudjuk gyakorolni, a kitöréseket. Súlyzsákok is vannak, azzal is gyakorlatilag az egész testünket meg tudjuk edzeni. Igaz, ez még annyira nem köztudott, tehát sokan ezzel nincsenek képbe, hogy mennyire jó is az a súlyzsák, mert tényleg minden meg lehet vele edzeni. Valamint vannak még itt súlytárcsák, ezekkel is kart, vált, guggolást, mindent. Tehát igazából... Hát van választék. Mindennel tudunk mindent csinálni gyakorlatilag. Mindennel mindent. Jó, akkor én kérlek arra, hogy mutass nekem egy gyakorlatot, amit szerinted én meg tudok csinálni, és akkor mutassuk be, hogy egyébként nem kell annyira félni a cross-trainingről, és nagyon jó és hasznos, hogyha az ember jól csinálja, jól mondom, akkor nagyon szép eredményeket lehet elérni. Úgyhogy rád bízom, hogy mit választasz nekem. Jó, rendben. Akkor én, ha már súlyzsákról volt szó, akkor maradjunk a súlyzsáknál. Remélem, örülsz neki. Ah, nagyon. Jó, a gyakorlat az lesz, hogy a súlyzsákot felrakjuk a vállunkra, és kitörést fogunk végezni. Egyik irányba, illetve majd megfordulunk, és a másik irányba. Jó? Megmutatom neked. Egyik, másik irány. Jó, mutasd meg. Tehát úgy fog történni, hogy pallából kitörünk. Egyik. Kettő. Fordulunk, és ugyanúgy visszafele is négy, jó? Egy. Kettő. Három. Oké, egy kérdésem van, ez hány kilós? Ez 10 kilós. Ez a legkönnyebbik nálunk. 10 kilós? Jó, oké, akkor cseréljünk. Megfogod és csak így hátra, magad mögé dobod. Jó? És akkor egyet határozottan majd kilépünk. Jobb láb? Egyik először a ballal. Beengeded, hátad legyen és lejött. Mellél és a másik. Azaz. És visszafele is. Igen. Azaz. És csak ledobod, ez a jó súlyzsák, hogy csak ledobod és nem lesz vele semmi baj. És akkor ebből csinálunk 5-6 kört. 5-6 kört. Utána meg felkapjuk, és futunk vele pár kilométert. És futunk vele. Jó, oké. Köszönöm szépen. Egyébként mondjuk el, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, főleg hölgyeknek, fenék, láb. A legjobb pontok. Köszönjük szépen. Szívesen.